A szeles hideg idő sem riasztotta el attól a felnőtteket és a gyerekeket, hogy részt vegyenek a karácsonyi készülődésben. A civil szervezetek és a lakosság egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy az advent, a várakozás külsőségekben díszes, lélekben felemelő legyen. Karácsonyi előkészületeknek vagyunk tanúi, meg résztvevői a mai napon. Ma 26-án, ugye most nem advent első vasárnapja van, de már elkezdtük az előkészületeket, feldíszítjük a faluházat és környékét, felejtjük a Betlehemest, és itt az összes civil szervezet segítségével mindenkinek megvan a maga kis feladata, van, aki ebédet készít, egy órától már lehet jönni ingyenes ebédre, Van, aki a Betlehemest állítja fel, és van, aki itt a karácsonyi előkészületeket a faluházon belül díszítjük ki még a karácsonyfát. Árusok is lesznek, kézműves foglalkozással várjuk a kicsiket is, őket arra is várjuk, hogy itt a faluház környékét még ki is díszítsék, és 5 órától viszont a Baracsi Néptánc Együttest fog fellépni, és hát együtt fogjuk jól érezni magunkat ezen a napon. Várai Róbert polgármester köszöntőjében hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt beszélt december 24-e jelentőségéről. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak, engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak arról, hogy igazából mire is készülünk. Minden évben nekifutunk annak, hogy így néhány héttel Jézus születése előtt egy kicsit hangolódjunk arra, hogy mi is vár december 24-én este ránk, hogy egy kicsit gondolkozzunk azon, hogy ki az, aki megszületik december 24-én. Bizonyára vannak köztünk többen olyanok, akik nem feltétlen hisznek abban, hogy valami túlvilág vagy fölöttünk álló hatalom van, mert hiszen ténylegesen arról szólt az elmúlt néhány száz év, hogy a materialista világba süllyedjünk bele. Ennek ellenére lám materialista barátaink is várják a karácsonyt. Elképzelhető, hogy egy kicsit más tartalommal. Jó lenne tudni azt, hogy mi is az ember. Ilyenkor van módunk egy kicsit ezen elgondolkodni, hogy vajon miből állunk, kik vagyunk, honnan érkeztünk, vagy hová fogunk távozni. A mai nap a Dunamenti Lovas Egyesületnek a képviseletében vagyunk itt. Mint tavaly már megtörtént egy jótékonysági főzés keretein belül, készítünk ételt a kilátogatóknak, illetve van olyan 60 fő, akiknek valóban rászorulókként visszük ki az ételt, illetve majd ha jönnek, akkor ők is kapnak ételt innen. Az étel már tavalyról ugye nagy sikerre volt egy székelykáposzta, ami 200 főre készül, és továbbá olyan 150-200 főre való mákos gubát is készítünk. Ezzel fogunk tulajdonképpen az embereknek kedveskedni az adventi hétvégén. Főzést a barátaink, az egyesületi tagjainkkal végezzük. Nagyon nagy segítségre vannak nekünk, mert minden olyan rendezvényen partnerek, hála Istennek, amit akár az év, akár még szakában készülünk vele. Ezúton is köszönöm nekik, mert mint itt a háttérben látszik, nagyon szorgos emberek, és mindig oda teszik magukat kellően. Néptáncosaink ismét nagyon aranyos fellépést és ünnepi hangulatot varázsoltak ide a fellépésükkel. Megbízhatóan hozzák minden évben azt a szeretetet és azt a fajta együtt gondolkodást és a lélekemelést a tánccal, amire szükségünk van.
néptáncosok, de nem feltétlen mindig népzenére táncolnak, mindig valami újat hoznak, meg a kis, a mostani kis műsorukban ugye benne volt egy regölés is, amit évről évre elkövetnek úgy egyébként házaknál, és ezzel színesítették a mai előadást. Nagy köszönet nekik is ezért. Ahogy mondtam, nagyon büszkék vagyunk, vagy én legalábbis nagyon büszke vagyok, mert kint is tudunk rendezni rendezvényt, ha fúj a szél, bejövünk, mert van hova. Van néptánc csoportunk, az elmúlt napokban a színjátszóink játszottak a színháztermünkben, ami föl van újítva. Tehát mindenünk megvan ahhoz, hogy a magas kultúrát is tudjuk művelni a mi amatőr szintünkön. Ma egy kicsit túlbuzgók voltunk, mert egy héten hamarabb kezdtük az adventi készülődést, ettől függetlenül nagyon jól sikerült, nagyon hasznos volt a mai napunk. Délelőtt összeállítottuk a kis jászolt, ahol ugye a Jézus születését imitáljuk a kis bábokkal, Máriával, Józseffel és a kis gyermek Jézussal, ajánlom megtekinteni, mert nagyon szép. Azon túl pedig civil szervezeteink is részt vettek, hát főleg ők részt vettek a díszítésben, a munkálatokban, főzés volt, és hát készültünk, egy kicsit készítettük föl magunkat az adventre, de legfőképpen beszélgettünk, dolgoztunk, és el kell mondjam, hogy nagyon nagy öröm az, hogy civil szervezeteink ilyen nagy létszámban részt vesznek ezekben a munkákban, önként dalolva, lehet mondani klasszikusan, és tényleg oda teszik magukat, és ez jó érzés. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.